Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Folytatjuk a bevezetés a programozásba tantárgyat. Ma pedig az I/O eszközökről, illetve input-output eszközökről lesz szó. Megnézzük, hogy hogyan is működik ez a beolvasás és kiírás, illetve megnézzük, hogy hogyan tudunk fájlokat kezelni. Ez a mai menü. Vágjunk is bele, és akkor ismét egy kis előadással vezetném fel a dolgot. Ígérem, nem lesz olyan hosszú, de legalább beszélek, amíg mindenki ideér. Úgyhogy kicsit átbeszélnénk akkor, hogy hogyan is működnek ezek az I/O eszközök, illetve I/O streamek, így úgymond így rendszer szinten, illetve hogy azért ezek eléggé általánosak, úgy egyébként is. Jó? Úgyhogy input-output stream, illetve hogy ezek az input-output streamek hogyan is működnek. Megbeszéljük az alapokat, aztán nézzünk példát, meg átbeszéljük a fájlokat is, hogy hogyan is működik, ilyen megnyitás, írás, olvasás, hogyan használatosak. Aztán beszéljünk a hibákról, hogy milyen hibák keletkezhetnek, illetve hogy ezeket a hibákat hogyan tudjuk kezelni. Aztán lesz egy számos példa, ahol számokat olvasunk be, integer, floating point, ilyesmi. Majd azért beszélünk ilyen karakteres bemenetről is, sorok beolvasása, meg ez, hogy ezek hogyan működnek. Most ezen fölül majd még lesz egy példa, hogy a dátumosztály kapcsán, ugye múlt héten foglalkoztunk ezzel, és meg fogunk írni két input operátort a dátumosztályhoz, ami szerintem mindenképp izgalmas és érdekes lesz. Illetve beszéljünk arról, hogy hogyan tudjuk ezeket az I/O streameket formázni. Ennek kapcsán is lesz egy példa. No, illetve a végén majd ránézünk a drillekre, hogyha esetleg ott van valami kérdés, akkor azt át tudjuk beszélni, bár nyilván most vezetjük fel a fejezetet, még kérdés hogyan is lenne. Jó. És akkor, hogy az input-output úgy sematikusan hogy működik. Ugye van valamilyen adatforrásunk, amit valamilyen input device-ról vagy bemeneti eszközről olvasunk be. Most itt tényleg sokféle dologra gondolhattok, a sima keyboardon keresztül a webkamera hálózati interfész, tehát nagyon sok minden lehet bemeneti adat, lehet más program is. Talán erről beszéltünk korábban, még a fél év elején. Ugye ezeket valamilyen driveren keresztül érjük el. Nyilván azt meg kell mondani, hogy adott eszköz hogyan működik, adott eszközről hogyan tudunk olvasni. Általában ez az, amit a driver mond meg, illetve a driveren keresztül érjük el a magának az eszköznek, úgymond azokat a részeit, amin keresztül tudunk vele kommunikálni. Jó? Tehát onnan adatot olvasunk, mely majd nyilván visszafele, ahova adatot írunk. És akkor van valamilyen bemeneti library-nk, ez már úgymond a szoftver része a dolognak, most mondhatnám az I/O streamet például, ugye ezzel fogunk foglalkozni ma tulajdonképpen, és ez az input library az, ami a device driverről, illetve a driver segítségével kiolvassa az eszközről a bemenetünket, és ez megjelenik a programunkba valahol. Jó, hát ez rajtunk múlik, hogy hol, igazából ezt, ahogy mi kezeljük. Aztán persze a programunk csinál valamit, teljesen mindegy, hogy mit. Ugye ez volt az a rész, amit computationnek hívtunk még a fél év elején. Csinál valamit a programunk, majd egy output library-n keresztül ezeket valahogy kiírjuk. Ugye az output library is úgymond lehet ilyen I/O stream, vagy sok más egyéb, tehát itt tényleg sok mindenre lehet gondolni. És az output library az eszközünk driverén keresztül valamit kiír egy output device-ra. Jó? És ez már az adatnak a, úgymond a destination, tehát a cél, ahova megy a adat. Ugye itt ez is lehet sok minden, lehet ugye a terminál, lehet a monitorunk, lehet ugyanúgy a hálózati interfész, hogy valamit csinálunk, és ugye annak az eredményét kitoljuk a hálózaton, sok minden lehet. Jó? Hát nagyon vázlatosan valami ilyesmit kell gondolni így a input és output kapcsán. Van egy bemeneti eszközünk, azt olvassuk egy input library segítségével a driverin keresztül, a programunkban ez megjelenik, csinálunk valamit, majd a kiírásnál fogunk egy output library-t, és a driveren keresztül kitesszük az output device-ra. Jó. Egyébként, hogy maga ez a stream modell hogyan is működik, ugye vannak valamilyen
karaktereink, vagy valamilyen adataink, most ez lehet egy sima karakter, lehet valami formázott szám, vagy egy sima szám, teljesen mindegy, valamilyen jellegű adatunk, és azt egy OStream-en keresztül, tehát egy Output Stream-en keresztül akarjuk valahova kiírni. És nagyon fontos, hogy ezeket buffereljük valahol, majd erről fogunk beszélni, hogy pontosan miért is, és egy bufferen keresztül írjuk ki valahova. Ugye ezek a karakterek, illetve ezek az adatok nyilván valamilyen ütemezés szerint érkeznek, ezt a programunk határozza meg. Ugye az, hogyha karakterenként akarnánk kiírni, tehát minden egyes karaktert külön-külön akarnánk kiírni bufferelés nélkül, az egy meglehetősen erőforrásigényes dolog, alapban a kiírások erőforrásigényes dolgok. Hogyha ezt karakterenként akarnánk megtenni, akkor meglehetősen lassú lenne. Lehet, hogy mi így hirtelen nem vennénk észre, most kiírunk 10 számot, az igazából gyorsan lemegy. Viszont, hogyha már nagyon-nagyon sok számot akarunk, és nem feltétlenül csak a terminálra, hanem mondjuk egy hálózati interfészen akarunk kiküldeni adatot, vagy bármi ilyesmi, akkor érdemes bufferelnünk, és mondjuk 10 karakterenként kiírnunk. Jó, nyilván ez függ attól, hogy mennyit írunk ki, most ha csak 2 karakterünk van, nyilván akkor azt kitoljuk, de hogyha sok, akkor érdemes bufferelnünk, sokkal hatékonyabb, sokkal gyorsabb lesz a output stream. Jó, a lényeg, hogy különböző típusú értékeket karakterek sorozatává alakítjuk, ugye, tehát ez itt már nem 123 lesz, hanem 1, 2, 3, ugye ezt tanultuk is, ugye a számológép kapcsán ez előjött, hogy ugye ez hogyan is működik, és elküldi a karaktereket valahova. Jó. Hát az, hogy ez hova, hát mondjuk a terminálra, egy fájlba, memóriába, vagy egy másik számítógépre, ez már teljesen mindegy. Visszafele ugyanígy működik, csak ugye az irány más. Ugye valahonnan olvasunk, nyilván itt is bufferelünk, tehát ne az egy, hogy karakterenként kell itt dobálnunk, mert az megint csak erőforrás igényes. Bufferelünk, mondjuk összejön 10 karakter, vagy 100, vagy 1000, vagy attól függ, hogy hogyan állítjuk be, és azt az Input Stream Library-n keresztül átalakítjuk a karakterek sorozatából valamilyen típusú objektummá. Ugye itt, ahogy mondtuk, hogy az 1-2-3 megérkezik mondjuk a hálózati interfészen, azt átalakítjuk 123-má. Jó, ez az Input Stream Library-nek a feladata. Oké, és az, hogy honnan érkezhet, hát itt is ugyanaz, érkezhet a terminálból, egy fájlból, memóriából, nagyon sok minden egyéb helyről. Jó. Na most, ez a stream modell ugye alapvetően az, hogy olvasás és írás, ez egy teljesen általános dolog, nagyon sok helyen használják ezt, más, nem csak C++-ban, meg nem csak az IO Stream Library, hanem nagyon sok más programozási nyelven elérhető ezek a stream modellek, máshol is nagyjából így működnek, pici finomságok azért vannak, ami eltér, de az alapvető működése az ez, amit most átbeszéltünk. Nyilván aztán itt végtelen lehetőség van, tehát nagyon-nagyon sokféleképpen lehet ezeket konfigurálni, illetve használni. Mi egyet fogunk megnézni, igazából ez most nekünk meg is felel. Ugye ezek nagyon fontos, hogy típusos entitások lesznek, úgymond. Tehát ugye az output és az input operátor és egyéb műveletek, ezek úgymond típusosak, tehát típusra működnek. Ugye az, hogy itt nekünk van egy operátorunk, ez annyiból szerencsés, pontosabban 2 operátor, mert egy output és egy input, hogy ez már megadja a típust is, úgymond. Tehát nem kell nekünk foglalkozni vele, hogy fú, akkor most hogy kell ezeket a számokat, vagy karaktereket számmá konvertálni, meg ilyesmi, operátor végzi. Ugye emiatt ugye a úgymond biztonságos is a dolog, tehát a TypeSafe az rendben van, tehát nem kell aggódnunk, rendben lesz, illetve a másik, hogy formázott, tehát a formátum is rendben lesz. Ugye általában szöveges formában tároljuk az adatokat, akár binárisan, akár ilyen stream, akár fájlba, akár stream szerint küldjük ki valahova. Általában ezek így karakteresen mennek, de nem feltétlenül. Vannak ilyen bináris állományok is. Hát most mondanék egy példát, megnyitok egy JPEG fájlt így szövegesen, akkor látjátok, hogy ott valami káosz van, tehát nyilván nem A, B meg C betűket láttok. Binárisan is valamikor tárolunk, de ezzel mi most nem fogunk foglalkozni. Jó. A 11. fejezetben ez elég részletesen le van írva, ha érdekeltiteket, olvassátok el. Az a baj, nincs most kapacitás arra, hogy ezzel foglalkozzunk.
illetve nem is biztos, hogy amúgy egy bevezető téma lenne. Lesz majd ez téma később a tanulmányaitok során, ezzel sokat fogtok foglalkozni. Jó. Ugye alapvetően ez a dolog bővíthető, tehát saját IO műveleteket tudunk írni a saját típusokhoz. Ezt meg is fogjuk nézni, tehát ahogy mondtam, a dátum típushoz ugye output már van, majd mindjárt ránézünk, hogy az hogyan is néz ki. Az input pedig majd most elkészül, tehát most meg fogjuk írni, hogy hogyan tudunk egy dátum típushoz input operátort, input műveletet írni. Illetve egy stream bármely IO vagy storage eszközhöz rendelhető. Hát igen, ez a nyilván a jellegétől függ azért az eszköznek, de persze lehet streameket alkalmazni ezekre. Jó. Oké, és hát hogyan néz ki egy fájl? Hát szerintem azért ez nem egy atomfizika. Ugye nyilván van egy neve és egy típusa. Na most a típust azért ne úgy értsétek, mint mondjuk egy objektum típusa, hanem mondjuk egy JPEG, vagy egy textfájl, vagy akármicsoda. Neve meg kell, hogy legyen, nyilván. Alapvetően a fájl bájtok sorozata, alapvetően, itt is ugye lehet szöveges, lehet bináris, sokféle lehet, és ugye van egy formátuma, hogy hogyan is néz ki, hogyan is épül fel egy fájl. Jó, erre is, ezt is majd meg fogjuk nézni, hogy ez hogyan néz ki. És ugye az alapmodell az, hogy valamilyen háttértárról, valamilyen IO rendszeren keresztül a memóriából olvassuk be ezeket. Nyilván itt a diszket most már azért sokféleképpen lehet értelmezni. Ugye nagyon sokféle háttértár van, lehet tényleg sima rendes diszk, kvázi ugye a HDD, vagy az SSD-k, vagy, tehát itt már tényleg azért eléggé heterogén a dolog. De akár értelmezhetünk valamilyen egyéb háttértárat, pendrive-ot, vagy DVD, ha még van egyáltalán olyan, tehát ezeket azért lehet így értelmezni. És akkor ezek az itt található fájlok ugye bájtok sorozata, amiket ugye egy ilyen IOStream library-n keresztül beolvasunk a memóriába. Jó, hát nyilván most már a memória is azért egy kicsit heterogénebb, mint eddig volt. Ugye nyilván alapvetően itt objektumok fognak megjelenni a memóriába, különböző típusú objektumok. És ott ugye itt a main memory-t írja, de azért azt meg kell jegyezni, hogy ugye most már van olyan IO rendszer, ami a háttértárról közvetlenül akár a GPU memóriájába is, vagy hát a videókártya memóriájába is tud olvasni. Ezt ugye most már az új generációs videókártyák támogatják is nagy részt, hogy NVMe SSD-ről közvetlenül olvasol be a videókártya memóriájába. Tehát azért mondom, hogy kicsit azért ez már heterogén, nem csak a main memory, ami érdekes itt. Mi most egyelőre csak ezzel fogunk foglalkozni. NVMe SSD-ről videókártya memóriába beolvasni még nem feltétlenül befproktárgy anyaga. Majd megnézzük később, talán prog egyen. Jó. És akkor ugye mit tudunk a fájlról? Ugye ahhoz, hogy olvassuk, nyilván tudnunk kell a nevét, meg kell nyitni. Ugye? Aztán, hogyha ha van jogosultságunk megnyitni, akkor megnyitjuk, olvassuk. Nyilván, majd bezárjuk. Általában bezárás automatikus, de azért erre oda kell figyelni, majd megnézzük, hogy miért is. Íráshoz tudnunk kell a nevét, ugye, hogy milyen fájlt akarunk írni, meg kell nyitni írásra, vagy létrehozni egy újat, ugye ez is lehetőség. Írjuk a fájlt, majd bezárjuk, ez is mehet automatikusan, de azért erre is figyelni kell. Ezt meg fogjuk nézni most részletesen egy példában hamarosan. Ugye, milyen hibák keletkezhetnek? Lehet emberi hiba, nem úgy használjuk a fájlt, ahogy kéne, rosszul van elkészítve a fájl, nem úgy működik, ahogy azt várnánk, vagy rosszul van specifikálva, tehát valaki leírta, hogy hogyan kéne, hogy kinézzen a fájl, de mégse úgy van a fájl elkészítve. Benne van, hogy a programozó hibázik, nyilván, illetve sok más egyéb lehet, és akkor négy alapállapota van egy ilyen IO streamnek, ezeket majd meg fogjuk nézegetni. Hát a good az magáért beszél, a művelet rendben végrehajtódott, minden oké. Okay. Akkor van egy ilyen EOF állapot, ez azt jelenti, hogy a fájl végére értünk, tehát mondjuk olvassuk a fájlt, és a végére értünk a fájlnak, akkor az IO streamünk ebbe az EOF állapotba kerül. Oké, okay, hát nyilván ezt várjuk, végére értünk, jelezze, hogy a fájlnak a végére értünk, ne akarja tovább olvasni.
Jó. Akkor van egy ilyen fail, ez azt jelenti, hogy valamilyen váratlan dolog történt, tehát mondjuk rosszul van formázva a karakterünk, vagy nem olyan karakter érkezett, amit vártunk volna, mondjuk egy egész számot vártunk volna, ehelyett mondjuk jött egy tört szám. Jó, ilyesmire gondoljatok. Vagy mondjuk számot vártunk, de betű érkezett. Ez is egy ilyen fail jellegű dolog. Illetve van a másik, a negyedik ilyen állapot, a bad. Hát itt valami nagyon komoly probléma van. Mondjuk olyan, hogy megszakadt a hálózati kapcsolat, és már nem tudunk olvasni róla, vagy mondjuk a diszken van valami hiba, tehát a háttértáron van valami hiba, és akkor ott nem tud úgy olvasni. Sok esetben ezt a bedet valamilyen hardware eszköz jelenti le nekünk, hogy ott valami, pontosabban nem is hardware eszköz, hanem az oprendszer, mert mi közvetlenül a hardware nem érjük el. Tehát valamilyen ilyesmi hibára gondoljatok elsősorban. Mondom, a legjobb példa tényleg az, hogy valamilyen ilyen a diszken van, a háttértáron van valami hiba, és ezért nem tudjuk olvasni. Jó. Ritkán fordul elő, de azért előfordul. Jó. Szusszanok egyet, mert tényleg sokat beszélek. Szevasztok. Hidratálok is, ahogy kértétek. Hát, Vidán, mindig a Among Us-t kérdezed. Lesz majd, csak nehéz össze szinkronizálni a dolgokat. Jó. Az kellene 8-10 ember, hogy tudjunk játszani, meg nekem is kéne, hogy legyen időm rá. Igyekszem, majd egyszer csak lesz. Jó, oké. És majd akkor, amikor már senki nem játszik vele. Na, jó, folytatom is, csak hogy tényleg pörgessük ki ezt az előadást. Szóval, jó reggelt, sziasztok! Szóval, egyszerű integer olvasási hibák, ugye például ilyesmi van egy Terminátor karakterünk, és akkor beállítja a failt. Ugye látjuk, hogy olvasunk számokat, az utolsó egy csillag, akkor beáll ilyen fail state-re az IOStream-nek az alapállapota, pontosabban az állapota. Ugye ez nem feltétlenül probléma nekünk, ugye használtuk mi ezt, hogy számokat olvastunk be, és akkor beírtunk egy karaktert. Ugye ilyenkor egy ilyen fail állapotba állt be a scene, tehát amin beolvastunk. Ez nem probléma, igazából elegánsan később lekezeltük, hogy bevezettük a Q betűt ugye a számológépbe, meg ilyesmi. Tehát picit elegánsabban oldottuk meg egyet, tehát kicsit elegánsabban oldottuk meg, amikor már a Q-t használtuk, vagy ilyesmi, de igazából ez se olyan nagy probléma. Jó? Oké is. Akkor van ilyen, hogy formátum hiba, ugye ahogy mondtam, hogy egészeket várunk, de érkezik egy tört szám, ugye itt is megint beáll a fail, vagy mondjuk tényleg csak számokat olvasunk be, és akkor a file végére érünk. Hát akkor meg az end of file állapot fog beállítódni, úgymond. Vagy amikor nyomjuk a Ctrl-Z-t Windows-on, vagy a Ctrl-D-t Linux-on, Unix-on, akkor ez is ilyen end of file jelet jelent, és az end of file állapot áll be az IO streamünkbe. És ahogy mondtam, valami komoly hiba, ugye a diszkformátum hiba, vagy ilyesmi, akkor jön a bad. Hát ez azért ritkán fordul elő, de ezt is le tudjuk kezelni, hogyha szeretnénk. Jó, rendben van. Oké, és akkor különböző IO típusok is vannak, ugye amikor ilyen egyedi értékeket olvasunk be, erről lesz szó ma is, illetve volt már, csináltuk ezt korábban, ugye a negyedik fejezettől kezdve gyakorlatilag nagyon sokat csináltuk ezt. Ugye akkor vannak a streamek, tehát ezzel is fogunk foglalkozni a mai alkalom során. Akkor van ilyen EU típus, hogy grafikai és GUI, nyilván ez is egyfajta IO rendszer. Gombokat kattingatunk, illetve valami megjelenik ugye a monitorunkon. Ez a 12-től 16. fejezetek. Ezzel sajnos nem lesz időnk, nem lesz kapacitásunk foglalkozni itt BevProgon. Viszont erről van egy videósorozatom, azt megnézhetitek, tehát én ezt földolgoztam a nyáron ezeket, YouTube-on megtaláljátok. Jó? Lehet, hogy be is linkelem majd, föltöltöm YouTube-ra ezt a videót, és akkor be is linkelem. Ott megtaláljátok, meg tudjátok nézni, látványos, kicsit
a száraz anyag tartalma azért ennek is magas, de legalább látványos és tényleg érdekes. Érdemes megnézni azt is. Egyrészt maga a GUI működése kapcsán, illetve azért is, mert az objektumok, tehát objektumorientált programozásról van szó benne főleg. Ugye egyrészt az objektumok öröklődése, illetve ilyen virtuális függvények kapcsán, hogy hogyan működnek. Érdemes megnézni, de itt sajnos nem lesz rá időnk most BevProgon ezt átbeszélni. Jó, akkor ugye lehet ilyen szöveges IO, ezzel fogunk amúgy foglalkozni, hát formázott, soronként olvasható, vagy ilyen egyedi karaktereket tudunk beolvasni, ezt majd megnézzük. Illetve lehetnek számok, integer, floating point, illetve egyéb user defined típusok, megnézzük ma ezeket. Jó. Na most pár ilyen side note, hogy programozóként mit is szeretnénk. Ugye szeretnénk, hogyha az inputunk és az outputunk ezt a regularity és simplicity, tehát az, hogy rendszerbe legyen szervezve, tehát mindig ugyanúgy nézzen ki, illetve lehetőleg egyszerű legyen. Viszont fontos, hogy az emberekhez alkalmazkodjunk, hiszen a usereknek írjuk a szoftvert, és sokszor azért nyilván a userek kényesek az outputra, akár a GUI-ra gondolunk, akár más egyébre, tehát erre oda kell figyelni. Nyilván itt ugye az, hogy mit is kell kiírnunk, alkalmazás függő az, hogy mit hogyan írunk ki, hogy most itt vesző legyen, pont legyen, szóköz legyen, mi legyen, akkor miért van zárójelbe egy szám, miért érdekes az. Jó, tehát itt nyilván a userekhez kell alkalmazkodnunk, ők mondják meg ezt, hogy hogyan is kell ez, és nyilván ezek a formátumok sok esetben sokkal komplexebbek, mint gondolnánk, oda kell figyelni. Illetve nyilván a userekhez kell alkalmazkodni. És akkor ugye itt előjönnek ezek a formázási dolgok, hogy ugye egy egész számot ugye mondjuk többféle számrendszerbe is tudunk ábrázolni, mondjuk ilyen 16-os, meg 8-as, meg akármilyen számrendszerbe. Jó? Tehát ez tényleg nagyon sokféleképpen lehet. Ugyanígy lehet egy lebegőpontos, hogy így általánosan, vagy valamilyen ilyen scientific, tehát ilyen tudományos, ugye ez a meg fogjuk ezt is nézni, hogy ugye enszer 10 a 16-on, meg ilyesmi, tanultatok ti ilyeneket, de ezeket is megnézzük. Akkor lehet ilyen fix pontos, tehát az, hogy hány tizedes pontig menjünk, akkor milyen precision-nel csináljuk, ezeket ugye tudjuk állítani, megnézzük majd. Akkor lehet ilyen fieldeket állítani, végigfutunk rajta, nem akarok most ilyen mélységével, majd amikor a programot írjuk, az sokkal látványosabb lesz. Jó. És ezek azok, amikhez kell valamiféle textbook, vagy manuál, vagy leírás, hogy hogyan is kell ezt csinálni. Tehát, hogy mit vár a user, mit szeretne a user. Akkor, ha van valamilyen ilyen fájlunk, amiből olvasni kell, meg kell nézni, hogy annak a fájlnak a formátuma hogyan is néz ki, hogy tudjuk olvasni. És akkor ahhoz tudjuk igazítani az IO rendszerünket is, amit mi írunk, tehát a programunkat gyakorlatilag. És ezeket általában valamilyen manuálból olvassuk ki. Nyilván az, hogy egy JPEG fájlt hogyan kell beolvasni, tudom, hogy vannak rá alacsony szintű, tehát nem kell nekünk alacsony szintben, magas szintű eszközök is vannak, de ha valami alacsony szintű eszközt akarunk, akkor egy manuálban meg kell nézni, hogy egy JPEG fájl hogyan néz ki. Ez nincs más út. Megnézzük, és akkor ott van, hogy a fájl elején milyen információk vannak, és hogyan épül föl egy ilyen JPEG fájl. Jó. Kimenetnél ugyanez, csak ott ugye a user határozza meg, hogy hogyan kell kinézzen, de ugyanúgy szükséges hozzá valamilyen fajta manuál. Jó. Van millió-millió tényleg segédfüggvény, hogy hogyan tudjuk ezeket a input-output tartalmakat úgymond formázni. Ezeken most nem nagyon akarnék végigmenni, néhányat használtunk már a számológépbe, talán ez a IsAlpha meg IsDigit, ezeket nézegettük. Ezek ilyen segédfüggvények, tényleg rengeteg van ebből, most csak tényleg fölvillantani párat, hogy említés szintjén erről is beszéljünk, de tényleg rengeteg féle ilyen input-output segédfüggvény van. Nem mennék végig mindegyiken. Jó. Van lehetőségünk sorokat is beolvasni, ugye a sima operátor az ugye whitespace karakterenként olvas be, ezt ugye tudjuk, de van
lehetőségünk egész sort is beolvasni, erre is nézzünk majd egy példát, ez a Getline függvény. Igyekezzünk kerülni, ha lehet, de néha azért hasznos tud lenni. Jó? Főleg, hogyha maga a fájl is soronként van rendezve, de igyekezzünk kerülni. Sokszor azért használják a programozók a Getline, mert nem feltétlenül látják az alternatívát. Lehetnek vele gondok, lehetnek belőle problémák, igyekezzünk kerülni. Jó? Oké, és de meg fogunk ránézni egy példát, és akkor megnézzük ezt a string streamet is, hogy hogyan működik, meg ezt a sima getet is. Jó. Apró megjegyzés, hogy ugye nyelvnek az újabb verzióiban már vannak ilyen bináris literálok, illetve ilyen szeparátorokat is tudunk használni. Lehet, hogy ez most nem mond semmit, de majd rá fogunk nézni. Illetve vannak ilyen felhasználó által definiált típusokhoz kialakított literálok is, például a komplex számhoz vagy a timehoz. Ezek már úgymond a standard library részei, tehát nem csak a beépített típusokhoz tudunk literálokat használni. Hát, nem árt erről is tudni. Nézzük meg ezt a fájlba írást, meg fájlból olvasást, hiszen jó lenne ezzel kezdenünk. Úgyhogy akkor kezdjünk is ezzel. Ugye itt vagyunk, megint nem raktam ki a date-et. Nem baj, akkor egy új mappával elmentem, ez legyen a... Hát simán álljó, és akkor ne bonyolítsuk. És akkor legyen ez a file 1. Nem túl beszédes. Igazából most csak tényleg ilyen szemléltetés jelleggel nézzük a példáinkat. Tehát nem olyan programot fogunk írni, ami effektíve csinál is valami komplexet, hanem tényleg csak megnézegetünk egy-két példát. Oké. Jó. Na. És akkor kezdjük el, de rögtön tegyük try-catch-be a dolgot, mert itt ugye a hiba kezelés az majd fontos lesz. Hát sima runtime error fogunk használni. Nem akarom most bonyolítani még egyelőre a dolgokat. És tényleg csak annyit fogunk kiírni, hogy milyen hiba történt. Ezt meg ugye szokott módon csak elkérjük a magától a kivételtől. És visszatérünk egy mínusz egyel, illetve ugyanígy, hát ez tényleg a szokásos semmi különös. Hát nem mínusz egy menjen. Így. Jó, tehát ez a szokásos, semmi különös. Úgyis ideírjuk majd, ez lesz a lényeg. Jó, na és akkor ugye nyissunk meg egy fájlt. Ugye alapvetően mi kell egy fájlhoz? Kell tudnunk a nevét, úgyhogy kérjük be a nevét egy ilyen string objektumba. De azért legyen kommunikatív a programunk. Jó, tehát kérjünk meg, hogy írjunk be egy fájl nevet, és hiba kezeljünk is már itt rögtön az elején. Hát, nyilván előbb nyissuk meg, bocsánat. Tehát ugye ezzel az ifstream, mint input file stream objektummal tudjuk ezt megtenni. Legyen mondjuk ez a input stream IST a neve. És itt igazából csak annyi dolgunk van, hogy ennek a konstruktornak átadjuk a fájlnak a nevét. Jó? Hát legyen már ez inév, mint input name. Csak mert lesz majd output is, és akkor ne legyen névütközésünk. Jó, tehát amit itt csinálunk, ugye nyilván itt szokott módon bekérünk egy nevet, és tulajdonképpen ezt a nevet ennek az ifstream objektumnak átadjuk a konstruktorába, hogy ezt nyissa meg. Jó, tehát ifstream az objektumunk típusa, ez a
neve ennek az objektumnak, és ez az objektum annyit csinál, hogy megnyit egy fájlt, és aztán ezt a fájlt majd tudjuk használni bizonyos dolgokra. Jó, rendben van. Na, rögtön itt hibakezeljünk is, hiszen ez tényleg fontos része a fájlkezelésnek. Tehát ha mondjuk valami hiba van, tehát nem jött létre a IST, erről majd beszélünk, hogy ez a nem IST, ez pontosan mit is jelent, akkor írjunk ki valami hibát, mondjuk nem sikerült can't open file, és esetleg még a fájlnak a nevét adjuk át ennek az errornak. Can't open file, de akkor legyen can't open input file, mert lesz majd output fájlunk is. Jó, rendben van. Na, ez az input file, így nyitunk meg egyet. Oké, és na nézzük meg most az outputot. Oké, és akkor már itt rögtön is javítanék, itt is javítanék, hogy Enter Input File név, csak hogy külön vegyük, és akkor analóg módon megint string, csak itt most oName, mint hogy output name, olvassunk be ebbe valamit, ugye a fájlnak a nevét, és hasonló módon, csak itt most ez output file stream lesz, és output stream, és itt az oName-et kell a konstruktornak átadni. Oké, és természetesen itt is hiba kezelünk, mondjuk, hogyha nem jön létre, akkor megint csak annyit csinálunk, hogy can't open output file. Jó. És azért a nevet még átdobjuk, csak hogy látszódjon. Na, és alapvetően ezzel már van egy bemeneti fájlunk, meg egy kimeneti fájlunk. Jó, hát nyilván ez a legegyszerűbb, most ezt ki is próbálhatjuk, bár nem lesz túl beszédes azért, hogy mi is történik. Mondjuk legyen ez a... Így van, tehát itt is vagyunk. File 1. És akkor legyen egy futassuk is, kéri az input file nevét. Így van. Hát itt most szerencsés lenne egy olyan fájlt megadni, ami létezik. Hát adjuk át neki ezt a kurzus headert. Oké. Ide meg valami kimeneti fájlt, mondjuk out.txt. Jó, és a programunk le is futott, és látjuk, hogy itt létre is hozta nekünk ezt az out.txt-t, hát egyelőre még üres, mert nyilván nem tettünk bele semmit, de egy üres fájl itt létrejött, ugye ez itt létrehozta nekünk ezt a kimeneti fájlt. Jó, illetve, ha minden jól ment, nyilván nem írt ki hibát, akkor meg is nyitotta, csak ugye ez most nem látszik, mert nem csináltunk vele semmit. Jó, na mi történik akkor? Hogyha mondjuk valami olyat akarunk, ami nem létezik, akkor rögtön dobja nekünk a hibát, can't open input file, hát kicsit formázzuk már szépre, tehát rögtön írja nekünk a hibát, hogy nem sikerült megnyitni. Hát ezt várnánk úgy egyébként is. Jó. Úgyhogy akkor alapvetően jól működik a programunk. Na most elképzelhető olyan, hogy itt hibát ad? Hát miért ne lehetne elképzelhető? Ugye mondjuk ilyenre gondoljatok, hogy nincs jogosultságunk írni az adott, hát adott helyre, mert ugye ez azért egy elérési út igazából. Tehát itt a iNémet meg az oNémet, ezt úgy képzeljétek el, hogy egy elérési út, tehát egy konkrét fájlnév. Itt akár hát oprendszerekből tanultátok, hogy itt megadhatnánk ilyen abszolút pászot is, abszolút elérési útvonalat, és akkor ott tudnánk már olyat adni, ahova nem tudunk írni. Hát, most megpróbálom, lehet, hogy nem fog működni. Csak akkor kéne egy pász, várjatok egy pillanatot. Mondjuk, hát valamilyen,
Valamilyen olyan hely kéne, amibe biztosan nem fogunk tudni írni. Hát mondjuk rendszermappába talán. Hát de ez nem szerencsés, azért itt vigyázni kell. Hát a rootba biztos nem. Mondjuk hát a user mappába szerintem kelleni fog, de megnézzük. User bin, hát valamit nézzük meg. Jó, ide a user binbe megpróbálunk létrehozni egy fájlt. Mondjuk input file név az legyen ugyanaz, mint az imént. Jó, és akkor ide meg. Jó, és itt rögtön már hibát ír, hiszen itt van, hogy can't open output file. Nem túl beszédes, de itt látjuk, hogy ez valószínű azért van, mert nincs jogosultságunk. Hát, nyomjunk egy sudót. Hát, ha úgy már sikerülni fog. Jó, és akkor per user per bin per sam.txt. Jó, és így már létre tudta hozni. Jó, tehát látjuk, hogy például akkor kaphatunk ilyen output file hibát, hogyha mondjuk nincs jogosultságunk létrehozni. Jó, de hogyha olyan jó, úgy futtatjuk, hogy jogosultságunk már van, akkor működik. Ez még azért olyan nagyon sok minden nem csinál, úgyhogy csináljunk valami érdekeset is. Na most én előkészítettem egy fájlt, amiben ilyen nagyon egyszerű hőmérséklet értékek vannak. Ha sikerül, akkor meg is mutatom. És ezekkel fogunk valamit most csinálgatni. Így van. Tehát ezeket fogjuk beolvasni. Alapvetően itt annyiról szól a dolog, hogy van egy időpont, illetve van egy mérés. Jó, hát ez Fahrenheitben van. Könyv így dolgozik, mindegy is igazából, hogy mi. Van egy egész számunk, ami az órát jelenti, hogy hány órakor történt a mérés, illetve van egy ilyen számunk, hogy mi volt a mérési érték. Jó. Hát ezt fogjuk most használni, és ezzel fogunk most dolgozni. Ezzel fogjuk kibővíteni a programunkat. Jó. Csak átmásolom ide ezt a fájlt, hogy ne kelljen mindig a teljes elérés utat beírogatni. Jó, na, úgyhogy bővítsük is ezt ki. Na most alapvetően láttátok azt, hogy ugye van egy időpontunk, meg van egy mérésünk. Na most, hát akkor adná itt nekünk, hogy ezt érdemes lenne egy struktúrába kezelni. Tehát van egy integerünk, ami az órát jelenti, meg van egy double-ünk, ami a hőmérsékletet jelenti. Hát akkor készítsünk ide egy ilyen struktúrát, aminek legyen reading a neve, mint leolvasás, és legyen egy időponttagja, meg legyen egy hőmérséklet tagja. Jó. Na, és akkor itt kellene elkezdenünk egy kicsit kotorászni, ugyanis itt akkor megnyitottuk a fájlt, ez alapvetően így rendben van. Oké, és akkor itt kezdjük el beolvasni magát a hőmérsékleti értékeket. Most elsősorban itt ugye egy integert és egy double-t kell beolvasnunk, tehát mehet a szokott módon. Tehát mehet a szokott módon, ugye mondjuk mehet ez a hour meg temperature. Nyilván miután deklaráltuk, tehát ezt azért ne felejtsük el. Oké, és tehát olvashatunk, és ugye itt létrehozhatunk ilyen reading struktúrákat. Viszont tegyünk már egy, hogy mondjam,
egy ilyen shortcutot, és ezt rögtön olvassuk is be egy vektorba, mégpedig olyan vektorba, amiben ilyen leolvasások vannak. Jó. Tehát ez a vektor egy olyan vektor lesz, amiben ilyen readingek vannak, ebbe olvassuk be így rögtön. Viszonylag egyszerű dolgunk van, mert csak annyit kell tennünk, hogy temps pushback, és csinálunk egy ilyen lokális readinget, aminek az egyik tagja az hour, másik pedig a temperature lesz. Jó. Amit itt érdekes esetleg, hogy pici hiba kezelést tegyünk már ide, hogyha mondjuk az hour-ral van valami gondunk, tehát ha az mondjuk kisebb, mint 0, vagy nagyobb, mint 23, hát igen, mert 0-tól megyünk 23-ig, akkor ismét egy kis hiba, mondjuk hour out of range, csak egy pici hiba kezelés legyen benne. Jó, rendben van. Na, és akkor ezzel elvileg beolvastuk a vektorunkba ezeket a mérési adatokat. Nézzük meg, hogy vétettünk-e hibát, és akkor szerintem még kibővítjük majd azzal, hogy ki is írjuk. Jó, hát eddig úgy tűnik rendben van, de akkor ellenőrzésképpen írjuk már ki. Itt a leolvasásnak az időtagját, illetve a leolvasásnak a temperature tagját. Hát dobjunk közé egy szó közt, azért az legyen ott. Meg új sor. Jó, és akkor reméljük működni is fog. Na nézzük. File 1, adjuk meg a file-nak a nevét, mi is ez readings.txt. Readings.txt. Jó, hát adjunk most egy kimeneti file. Na, itt valami gyanús. Itt már valami gyanús dolog történik. Aha. Vagy. Itt valami gyanús dolog történik. Ugye, mert a readings.txt-re most ki kéne írnia, tehát egyrészt be kéne olvasnia, másrészt ki kéne írnia, hát ha nem hülyeséget írnék persze, mert nem a CIN-ből olvasunk most, hanem a IST-ből. Jó? Igen, ez egy nagyon fontos része a dolognak, hogy ugye az input, arról az input streamről olvasunk, amit a file kapcsán nyitottunk meg. Jó? Tehát nem a színről, hanem a fájból olvasunk. Jó, na akkor csináljuk újra, és most már csináljuk jól. Jó, és akkor most már látjuk, hogy itt meg is nyitotta a fájt, és ki is írta nekünk a fáj tartalmát, lehetőleg jól, így van, tehát jól írta ki, és már itt ugye megy is tovább a vezérlés, hiszen várja a kimeneti fájnak a nevét. Jó, hát ide most csak így beírok valamit, mindegy egyelőre. Na, úgyhogy jól működik. Mi történik? Ugye megnézzük, tehát veszünk fel ilyen vektort, meg segédváltozókat, hogy valami, hogy hova olvasunk be. Jó, nyilván egy vektorba fogjuk rendezni az adatainkat, és ugye az adatainknak van egy hour, meg egy temperature része, tehát a leolvasásnak megvan, hogy mikor történt a leolvasás, meg megvan, hogy mi a leolvasás. Jó? Tehát egy konkrét érték, hogy akkor mi mit olvastunk le. És akkor szépen elkezdjük olvasni, de nem a színről, hanem a fájlból, amit megnyitottunk. Jó? Tehát ebből az input file streamből kezdünk el olvasni. Ugye? És nyilván az órát, illetve a hőmérsékletet, tehát ezeket olvassuk be. Van itt egy pici hiba kezelés, hogyha 0-tól kisebb vagy 23-nál nagyobb az óra, akkor az nyilván hiba.
kezelünk hibát, majd itt berendezzük szépen a vektorba ugye a leolvasásainkat, készítünk egy ilyen struktúrát, ugye, aminek első tagja az óra, a második pedig a temperature, és ezeket szépen berendezzük egy ilyen vektorba. Jó, rendben van. Na, utána pedig csak a szokott módon kiírjuk, szépen végigmegyünk a temps vektor minden egyes elemén, ugye az R lesz egy ilyen reading, tehát egy-egy leolvasás lesz ez az R, és annak kiírjuk az hour, illetve a temperature tagját. Jó, rendben van. Na, de ugye, hogyha tudunk kiírni a cout-ra, akkor nyilván fájba is tudunk kiírni, úgyhogy ezt egy picit most átrakjuk, ugyanis itt egy nagyon egyszerű dolgunk van, hiszen ha már megvan nyitva nekünk itt a fájlunk olvasásra, vagy írásra pontosabban, akkor megtehetjük azt, hogy nem a cout-ra írunk, hanem ide. Tehát ebbe az output file streambe, és itt még a formátum is akkor elvileg rendbe kell, hogy legyen. De nézzük meg, hogy működik-e. Jó, tehát bemeneti fájlunk lesz a readings, a kimeneti fájlunk pedig a out.txt, valami történt. Hát nézzük meg az out.txt-nek a tartalmát, és látjuk, hogy ott van benne az adatok, amiket leolvastunk, és még, ha minden igaz, akkor ez hasonlít a readings.txt-re is. Hát esetleg nyomhatunk egy diff-et, ugye ez az, ami megmondja, hogy a két fájl között van-e különbség. Readings meg out.txt, hát van, ugye itt lehagyta a pont nullát, ugye itt a bemeneti fájlunkban van egy pont null, tehát 59.0 van, itt meg simán csak 59, itt meg 52.0 és itt simán 52, illetve a bemeneti fájlunk végén nincsen új sor. Hoppá. Hát igen, itt hiányzik egy új sor karakter, egy apróság. Jó, az, hogy ez a különbség miből jön, hamarosan megnézzük. Lépjünk tovább, és akkor nézzük meg, amit mondtam is, hogy így a hibakezeléssel mit is tudunk csinálni, illetve hogy hogyan is működik a hibakezelés ezeknél a streameknél. Itt is egy nagyon kis példát fogunk megnézni, illetve egy nagyon egyszerű problémát fogunk. Higgyétek el nekem, hogy ezeket az input-output streameket, meg hibakezelés, meg ilyesmit a végtelenség lehet cizellálni, meg tényleg iszonyatosan sokféleképpen lehet ezt kezelni, és sok esetben kell is egyébként, mert a user, ahogy beszéltük, tényleg nagyon-nagyon sok disznóságra képes, úgyhogy tényleg ezeket kell tudnunk kezelni. Mi most tényleg csak egy nagyon egyszerű kis példát fogunk megnézni, nevezetesen az, hogyha egy integert kérünk be, és a user nem azt írja be, akkor azt hogyan tudjuk kezelni. Jó, úgyhogy akkor erre nézzünk egy kis példát. Legyen ez a, hát, single. Jó, csak hogy ezzel is kiemeljem azt, hogy mennyire egyszerű problémánk lesz. Megint kikopipasztázom ugye a szokásos headerünket, pontosabban ezt a boilerplate-et. És akkor itt tényleg annyi feladatunk lenne, hogy bekérjünk egy számot 1 és 10 között, és azt hiba kezeljük. Jó, tehát tényleg egy nagyon-nagyon egyszerű kis dolog. És akkor ugye adjuk a promptot, hogy ráadásul egy integert fogunk bekérni. És 1-től 10-ig. Jó, tehát 1-től 10-ig, és inkluzívban, hát csináljuk így, igazából mindegy. Jó, és akkor ezt nyilván egy számból olvassuk be. Így próbáljuk meg így ciklussal, és hogyha benne van az intervallumba, akkor oké is, hogyha nem, akkor kérjük be újra. Jó? Tehát egészen addig menjen ez a ciklus, amíg jó számot nem ír be. Tehát
Ha ez az n nagyobb, mondom nagyobb vagy egyenlő, mint 1, és ugye kisebb egyenlő, mint 10, ugye jól mondom? Tehát nagyobb egyenlő vagy igen, vagy kisebb, igen, akkor megállunk, mert akkor rendben vagyunk. Egyébként meg, ugye, dobjunk egy hiba üzenetet, viszont akkor nem is kell az else, hanem akkor annyit csinálunk, hogy kiírjuk, hogy nem abban az intervallumban van. Tehát bocsi, n is tehát az n nem a 1-10 intervallumban van. Hát lehet egy picit is not, hát igen, is not in. Legyen így ilyen matekosan. Úgyis tudom, hallottam, hogy szeretitek nagyon a matekot, úgyhogy akkor így csináljuk. Jó. Oké is. És nyilván, hogyha ebből a ciklusból kiléptünk, akkor rendben vagyunk, hiszen akkor 1-10 között ír be számot, és akkor egyszerűen csak kiírjuk, hogy köszi, meg kiírjuk a számot. Jó. Hát ez egy nagyon egyszerű kis ilyen szemantikai hibakezelés. Mi írtunk egy ilyen kis ifet. Ha 1-10 között van, akkor rendben vagyunk. Na nézzük. A program jó? Hová? Mármint, hogy lefordul. Oké, és 1-re jó. 10-re jó. 5-re is jó. Mondjuk írjunk be 12-t, arra már nem jó. 14, 45, 10, jó. Hát úgy néz ki, hogy működik. Alapvetően így első nekifutásnak ez rendben van. Tényleg egy minimális kis szemantikai hibakezelés, rendben van. Na, de mi van akkor, hiszen userről beszélünk, beír egy A betűt. Köszönöm, nulla. Hát, igen, ugye ott, itt mi történt? Ugye az történt, hogy ugye a ciklusunk bekért egy számot, ugye mert ez addig fut, amíg számokat írunk be, és ugye hát kiléptünk, mert hogy nem számot írtunk be, erre megköszönte, hogy nulla, és miért nulla? Hát mert nullára inicializáltuk, de nem írtunk be semmit. Na hát erre egy user mit mond? Azt mondja, hogy hűha, hát ez a program nem működik jól, inkább nem is használom, letöröl, tehát letörli a programot, és soha többet nem veszi elő, a mi cégünk meg csődbe megy, ugye? Úgyhogy valami kis hiba kezeléseit ki kéne ezt bővítenünk, úgyhogy itt egy picit át is fogjuk szervezni a dolgokat, és már is akkor nézzük a következő verziót. Ugye, alapvetően itt amit kell nekünk, hogy kicsit bővítsük már ki, és akkor ne így csináljuk, mert akkor rögtön kilép a programunk, hanem tegyük bele az egészet egy nagy külső ciklusba, ráadásul egy végtelen ciklusba, és ez a végtelen ciklus fogja majd nekünk folyamatosan olvasni ugye az inputunkat, és itt csak annyit csináljunk, hogy beolvassuk a számot, vagy beolvasunk valamit, és ezt fogjuk majd hiba kezelni, hogy itt mi történik. Na most első körben megnézzük, hogy történt-e valami hiba. Ugye itt mondhatnánk azt, erre talán emlékeztek, hogyha nem scene vagy ilyesmi. Ez akkor lesz igaz, ez a kifejezés, ha valami hiba történt. Tehát valamilyen hiba jelenségünk van. Megnézzük, hogy ez hogyan is működik. Most egyelőre kezeljük le azt, amikor nincs hibánk. Tehát minden rendben van. Ilyenkor van az, amit itt is néztünk, hogy csinálunk egy kis szemantikai hibakezelést,
mármint abban az értelemben, hogy 1-10 között van-e, hiszen hogyha ez a szín rendben van, akkor számot írtunk be. Jó? Tehát itt bekérünk egy számot, hogyha ez rendben van, tehát számot írtunk be, akkor már csak annyi a feladatunk, megnézzük, hogy 1-10 között van-e. Ha igen, akkor kilépünk ebből a ciklusból, egyébként meg ugye megyünk tovább, tehát újraindítjuk a ciklust, vagy hát valami történik. A lényeg itt az, hogyha számot írtunk be, és 1-10 között van, akkor lépjünk ki a ciklusból. Jó. Na, mi van akkor, hogyha nem számot írtunk be, tehát ez itt nem oké, és akkor itt jön a hibakezelés rész. Ugye? És akkor itt nézhetjük meg azokat a hibákat, amikről beszélgettünk, tehát mondjuk itt egy failünk van. Jó? Mikor van failünk, mit beszéltünk? Akkor kapjuk ezt a failt, hogyha nem olyan típusú dolgot írunk be, amit várnánk, tehát ebbe a konkrét esetben nem számot írunk be. Nem egész számot írunk be. Jó? Vagy úgy is mondhatnám, hogy nem lehet a bekért számot integerré formázni. Jó? Talán így a legfontosabb a megfogalmazás. És akkor itt meg is jegyezzük, hogy nem egy integerről van szó. És akkor mi történjen? Hát nem egy integerről van szó, úgyhogy akkor valami olyasmit kéne csinálnunk, mint amit emlékeztek, csináltunk a számológépnél a tokenekkel, hogy ugye, hogy amikor visszatértünk a hibából, tehát valamilyen expression-t vártunk, de nem azt kaptuk. Vagy zárójelet vártunk, de nem azt kaptuk. Tulajdonképpen itt is azt kell csinálni. És akkor első körbe, ugye írjuk ki egy hibát, hogy ez nem egy integer volt. Jó, tehát írjunk ki egy ilyen kis hiba üzenetet. És csináljuk azt, hogy a következő whitespace karakterig kipörzsöljük, tehát kitöröljük ugye az inputot. Ugye, amit emlékeztek, csináltunk a számológépbe is, csak ott ugye nem whitespace-ig, hanem pontos veszélyig töröltünk. Jó? Tehát mondjuk valami hiba volt a kifejezésünkben, akkor azt csináltuk, hogy szépen karakterenként minden egyes karaktert kidobáltunk a pontos veszélyig. Jó? Tehát azt a hibás kifejezést így kitöröltük a token streamünkből. Na most itt ugyanezt fogjuk csinálni, csak nem a token streamingből töröljük ki, hanem az input streamingből töröljük ki. Ugye? Úgyhogy akkor szépen karakterenként kitöröljük, ugye? Egészen addig, amíg ismét nem egy szám jön. Mert ugye számokat írunk egymás után whitespace karakterrel választva, lehet, hogy csak az egyikben van egy hiba. Mondjuk beírtunk 10 számot, és mondjuk az ötödik az nem szám, hanem mondjuk egy karakter, vagy mondjuk nem egész szám, hanem egy tölt szám, akkor azt töröljük ki, és a következő whitespace karaktertől megint várjuk a számot. Jó, hát próbáljuk meg ezt. Ezt pedig ugye úgy tudjuk, hogy leellenőrizzük, hogy a következő a karakter, amit beolvasunk, az száme. Jó, ugye, tehát karakterenként olvasunk, jó, és megnézzük azt, hogy a következő karakter a száme, és a szám, akkor elvileg rendben vagyunk, de hogyha mégse, akkor megint majd bejönk ebbe a hibakezelésbe, és akkor ott majd végezzük, amit kell. Jó, apá, bocsánat, így. Így van, és itt igazából nem csinálunk semmit, tehát ez a for ciklus csak tényleg karakterenként kiüríti az inputot, ugyanúgy, ahogy a token streamet is szépen kiürítettük. Oké. Viszont, ugye, itt két lehetőség van, vagy az, hogy eljutottunk egy számig, és akkor azt a számot vissza kell tennünk, ugye, mint ahogy emlékeztek a token streambe is, hogyha ha jutottunk a következő tokenig, akkor azt vissza kellett már tenni. Jó? Tehát itt ugye veszi a következő karaktert, hogyha ez a karakter egy szám, ugye, akkor azt a karaktert tegyük vissza az input streambe, mert majd itt akkor beolvassuk. Jó? Tehát azt vissza kell tennünk mindenképp az input streambe. Jó, ez az egyik. A másik dolog meg az lehet, hogy
A végére értünk. Ugye? Vagy valami más hiba van. Hát itt esetleg még a bed lehet. Bed lehet. De itt akkor már, ha egyéb hiba van, tehát ugye még mi lehet, ha nem fél? Ha nem fél, akkor elf vagy bed. Na most, hogyha ha elf, akkor a végére értünk, ha bed, akkor meg úgyse tudunk mit csinálni. Úgyhogy akkor itt dobjunk egy olyan kivételt, hogy no input. Hova? Tehát akkor egy no input kivételt fogunk adni. Így van, mert vagy a végére értünk, vagy valami bad dolog történt. Jó. Oké. És akkor esetleg, sőt, hát biztosan, hogyha van ifünk, meg elszifünk, akkor legyen elszünk, ugye? Erre milliószor felhívtátok már a figyelmemet. Viszont minden más esetben tuti, hogy valami hiba van. És akkor megint jöhet ez a no input kivétel. Nem biztos, hogy erre szükség van. De biztos, ami biztos, dobjuk ide. Jó. Ez ide már nem kell, és akkor egyébként meg kiírhatjuk a számot, mert az rendben van. Na jó. Viszont, ha már van hibakezelésünk, akkor csináljuk rendesen. Hát szerintem most kimásolom az előzőből. Már a sima fájlosból. Mert szerintem a runtime-os az jó lesz ide. Ja, sima runtime error-os kivételkezelésünk lesz, szerintem ez itt megfelelő. Legalábbis reménykedjünk benne. Na nézzük. Jó, ez már a single 2 lesz. Ah, még a végén működni fog. Jó, írjunk be számot. 3, oké. Okay. Írjunk be mondjuk nagy számot. Oké, okay, ez nem jó. Írjunk be karaktert. Ah, és kiírja nekünk, hogy that was not an integer. Megvan, mi maradt ki, persze. Hát töröljük a hibát. Jó, és akkor most már jó lesz. Ugye itt ezzel a clear-el tudjuk azt, hogy a hibát töröljük. Miért kell törölnünk? Azért kell törölnünk, mert itt lekezeljük. Jó, tehát töröljük a hibát, mert lekezeljük. Visszatesszük a streamünkbe az input streambe a karaktert, ameddig még eljutottunk, és utána fog újraolvasni. De megnézzük, ez elmaradt. És akkor elvileg most már így is működnie kéne. Oké. Okay. Így van. Jó, rendben van. Tehát ez egészen addig fog beolvasni, amíg nem egy jó számot írunk be. Tehát itt most beírhatunk egy csomó karaktert, megtört számot. És ha végén beírunk egy jót, akkor rendben lesz. Jó. Hát, ez itt még nincs tökéletesen lekezelve. Ott a félnek le kéne kezelnie, de lehet, hogy ez még nem működik tökéletesen. Jó, hát lehet, hogy majd ezen még kalapálunk, majd megnézzük. Jó, oké, és elfelejtettem kitörölni a hibát, ezért lépett ki az imént. Jó, na tehát akkor még egyszer, ugye, olvasunk. Ugye egy ilyen kis végtelen ciklusba, de ugye van megállási feltételünk, tehát igazából rendben vagyunk. Ugye beolvassuk a karaktert, és akkor ezt a karaktert megnézzük, hogy ez szám-e vagy sem. Hogyha szám, tehát itt nem kaptunk hibát, akkor pici szemantikai hibakezelés, ha egy 10 között van, akkor megállunk, mert készen vagyunk. Hogyha nem, akkor pedig kiírunk egy hiba üzenetet, hogy egy 10 között kéne lennie. Jó, és ugye a ciklus újra ugrik ide az elejére, és akkor megint megpróbáljuk beolvasni, megint megnézzük, és a többi. Jó, viszont hogyha valami nincs rendben, és mondjuk ez a fail
hiba jelenség van, akkor ez valószínű azt jelenti, hogy nem egy integert olvastunk be. Tehát le kell kezelnünk ezt a hibát, kiírunk egy hiba üzenetet, kitakarítjuk ugye a karaktereket, amik a problémásak, ez ugye több karakterre is működhet, és töröljük a hibát. Jó, ezért lépett ki az imént, mert itt a hiba még benne maradt. Töröljük a hibát, és ha ettől függetlenül van valami egyéb hiba is, tehát egy bad vagy valami ilyesmi, vagy EOF, tehát nincs több karakterünk, akkor kilépünk no inputtal, mert nincs mit csinálni. Viszont, hogyha eljutunk a következő számig, ugye itt eljutunk a következő számig, akkor azt a számot visszatesszük a input streamünkbe, ugyanis akkor azt a számot megint megpróbáljuk majd beolvasni, ugye itt újraugrik a vezérlés ide a while-nak az elejére, megint megpróbáljuk beolvasni. Jó. Viszont, hogyha se nem jó az input, se nem fail a hiba jelenség, akkor valamilyen bad, vagy valami EOF, vagy ilyesmi hiba van, akkor dobunk egy errort. Jó? Akkor errort fogunk dobni, no input, és akkor kilépünk. Jó. És ezt a hibát, illetve ezt a hibát nyilván itt a catch blokkokba fogjuk kezelni. Ezen még picit fogunk most javítani, mert így azért ez egy kicsit káosz. Ugye mindig jött ez a, mindig mondom ezt a dolgot, hogy szedjük szét függvényekre. Jó? Tehát szedjük szét a programunkat függvényekre. Hát most ezt fogjuk csinálni, és akkor ez lesz a következő lépésünk, hogy ezt a programot szétszedjük külön függvényekre, hogy könnyebb legyen debugolni meg a maintenance, ugye, hát meg amit eddig is tanultunk, hogy mit is kell itt nekünk csinálni, hogy átláthatóbbak legyenek a programjaink. Jó. Úgyhogy igazából szét fogjuk szedni. Egyrészt lesz egy olyan függvényünk, amivel bekérjük a számot. Jó. Tehát ami tulajdonképpen csak bekéri a számot, illetve lesz egy olyan függvényünk, ami tulajdonképpen ezt a részt fogja csinálni, ugye amikor a következő integerig ugrunk az input streambe, tehát ami kitakarítja tulajdonképpen a hibás részt. Jó, úgyhogy akkor ezt is csináljuk. Ugye akkor kell egy, legyen egy ilyen getInt függvényünk, ami tényleg csak annyit csinál, hogy ezt a végtelen ciklus részt, tehát tulajdonképpen ezt a részt fogja csinálgatni. És tényleg csak bekéri a számot. Úgyha ez jó, akkor adjuk vissza. Tehát, hogyha tényleg számot kértünk be. Hát, most itt lehetne vitatkozni, hogy a hibakezelést ide tegyük el. Most ezen gondolkodom, vagy legyen egy olyan, ami számot kér be, bármilyen számot, meg legyen egy olyan, ami majd egy intervallumba kér be számot. Jó, legyen így. Oké, és tehát ha számot írunk be, akkor adjuk vissza, egyébként meg, mondjuk akkor nem kell az else, egyébként meg írjuk ki, hogy valami hiba történt. És a maradék melót pedig dobjuk át annak a függvénynek, ami majd ezt a hibakezelést fogja csinálni. Ennek meg legyen ez a skip to int a neve. Jó, ez meg igazából semmi különöset nem csinál, csak ki fogja takarítani nekünk az input streamünket a következő integerig. Jó. Na de nézzük akkor, hogy ezt hogyan kéne megvalósítani. Ugye, egyrészt, hát meg kéne nézni azt, hogy ugye ugyancsak, mint az imént, hogy ez fail-e, tehát a fail hiba jelenség van-e. Ugye a beddel nem nagyon fogunk mit kezdeni, ott
azt nem is nagyon lehet a beddel mit csinálni, ott tényleg csak egy error kivételt fogunk dobni, lépjen ki a program, nem nagyon van mit kezdeni vele. Jó, mivel hogy kezeljük a hibát, ezért itt most ezt töröljük is, csak már hogy az előbb elfelejtettük, akkor most ne felejtsük el, és akkor takarítsuk ki a input streamünket hasonlóan az imentihez. Viszont itt egy picit bővítsük ki, mert az előbb szerintem negatív számokra ez nem működött volna, azt elfelejtettük megnézni. Tehát a negatív, tehát az előjelet azt hagyjuk bent, viszont minden más törüljünk ki. Tehát, hogyha számunk van, vagy pedig előjelünk, ugye? Tehát a szám vagy előjel, amit akarunk kezelni, akkor azt tegyük vissza, hanget, és térjünk is vissza. Jó? Tehát itt tényleg csak nagyon egyszerűen annyi, hogy ugye, hogyha nem számot írtunk be, akkor ugye ez a fail bit fog, pontosabban ez a fail hiba jelenség fog nekünk megjelenni. Ugye töröljük, csak hogy ne legyen belőle gond, hogy elfelejtjük, és utána szépen megyünk karakterenként, és egészen addig, amíg számot vagy előjelet nem olvasunk. Jó? Mert ha számot olvasunk, vagy előjelet olvasunk, akkor azt visszatesszük, és visszatérünk, hiszen akkor itt ez a ciklus, ez megint újraindul. Jó? És akkor itt ezt megint megpróbáljuk beolvasni, hogy jó-e. Jó? Aztán, ha jó, akkor visszaadjuk, ha nem, akkor megint hiba kezelünk. Oké. Okay. Jó, hát legalábbis nagyjából jónak tűnik. És akkor csináljunk már egy ilyen intervallumos getintet is, ahol meg tudjuk adni a alsó és a felső határokat, ami alapvetően ugyanígy fog működni, mint az imént, csak itt ugye, hát ezt kimásolom, reméljük nincs benne hiba, mert előbb le kellett volna ellenőrizni, de mindegy. Jó, és akkor itt ugye beolvassuk a számot, de nem egyből adjuk vissza, hanem itt csinálunk egy pici módosítást. Sőt, nem is itt olvassuk be, hanem átdobjuk a getinnek. Olvassa be az. Hiszen a sima getint függvény olvas be. Tehát itt csak annyit csináljunk, hogy int n legyen egyenlő getint. Jó. Mert ez a getint akkor már elvégzi a beolvasást. És akkor mi itt csak hiba kezelünk. Tehát nem is ezt nézzük meg, hogy jót olvastunk be, hanem hogy a szám rendben van-e. Igen, és nagyon fontos, hogy erre figyeljünk oda. Nagyobb egyenlő n. Jól írom, ugye, hogyha az n az nagyobb egyenlő, mint az alsó határ, illetve az n az kisebb egyenlő, mint a felső határ. Jó? Akkor rendben vagyunk, akkor adjuk vissza. Egyébként meg hiba üzenet, hogy nem abban az intervallumban van. Fú, ez nagyon csúnya lesz. De most jobb híján. Low high range. Hát így elsőre jónak néz ki. Jó. És akkor, ha minden jól megy, és mindennel rendben vagyunk, akkor itt már csak annyi dolgunk van a mainbe, hogy hívjuk a getintet. Hívjuk a getintet, de hívjuk az intervallumra.
Jó. Pillanat, még rápillantok valamire, mert ugye fél, aha, de mi van, hogyha nem fél bitünk van, akkor hiba kezeljük le azt, hogyha minden más, és akkor itt dobunk egy hibát. És akkor a kivételt így ezzel le is kezeltük, mert ugye, ha nem fél bitünk van, akkor bad vagy valami más, és akkor a simán csak kivétel kezeljük. Legalábbis reméljük, hogy jó így a programunk. De nézzük meg. En nincs deklarálva. Hol? 24-es. Aha. Ja, itt a getting-be. Hát akkor deklaráljuk. Nyilván úgy akkor talán működni is fog. Jó, nézzük újra. Oké, és na, és akkor beírunk egy jót. Oké, beírunk egy betűt. Nem jó. Beírunk egy nagy számot. Nem jó. Beírunk egy negatív számot. Oké, nothing range, tehát nem azt írja, hogy nem egy szám, hanem hogy nothing range. Jó, nézzük meg a határokat. Egy jó, 10 jó. Szuper, úgy tűnik, hogy működik. Jó, na tehát akkor még egyszer mi történik? Ugye ugyanaz, mint az imént igazából, csak szétszettük függvényekre, ugyanis mondtuk, hogy függvényekkel dolgozzunk, hogy könnyebb legyen átlátni, karbantartani, illetve debugolni a programot. Ugye a mainbe csak annyit csinálunk, hogy kérünk egy intet, tehát hívjuk a getInt függvényt. Jó, ráadásul intervallumra hívjuk, hogy úgy lássuk, hogy úgy működik-e, és az eredményt itt ebbe az n változóba fogjuk eltárolni, amit majd a végén kiírunk. Na de, mit csinál a getInt függvény? Hát átdobjuk a munkát, úgymond egy másik függvénynek. Ez a két paraméteres getInt függvény annyit csinál, hogy egyrészt kér egy számot a paraméter nélküli getInt függvénytől, és megnézi, hogy ez a szám benne van-e abba az intervallumba, amit mi meghatároztunk így az elején. Ha benne van, akkor szépen visszaadja, egyébként meg kiír egy hiba üzenetet, hogy nem abban a range-ben vagyunk, és újra bekér egy számot. Jó? Tehát látjuk, hogy ez a ciklus, ez egészen addig fog futni, amíg jó számot nem kérünk be. Hát, vagy olyan kivétel nem keletkezik fönt, amit nem tudunk kezelni, de erről mindjárt beszélünk. Jó. Na most a getInt függvény mit csinál? Az csak beolvas egy számot, tehát átdobtuk a melót megint csak egy másik függvénynek. Tehát egyrészt ugye itt az történik, hogy megint csak egy végtelen ciklusba beolvasunk egy számot. Hogyha az egy szám, teljesen mindegy milyen szám, akkor visszaadjuk. Jó. Ugyanis az intervallumot itt ellenőrizzük, itt csak számot kérünk be. Jó. És hogyha az amit bekértünk, a szám, visszaadjuk. Viszont, hogyha nem szám, akkor hiba kezelnünk kell. Nyilván nem szám. És ezt a hiba kezelést átadjuk ennek a skip to int függvénynek. A skip to int függvény meg azt csinálja, hogy kitakarítja nekünk az input streamünket, tehát egészen a következő számig, vagy előjelig, ugye, ahogy mert most ilyen előjelesre írtuk meg, egészen addig szépen kitörli az összes számot, összes szemetet, pontosabban legyen az karakter, vagy bármi egyéb. Egyébként meg, hogyha számot vagy a negatív, tehát az előjelet olvassuk be, akkor visszatesszük azt az egy karaktert, majd visszatérünk, hiszen már akkor jó helyen vagyunk. Jó. És ugye nyilván a hiba kezelést jól csináljuk, tehát kitörőjük a fail-t, tehát hogy hibánk volt, mert hogy lekezeltük a hibát, akkor már ne legyen benne az input streamingbe, hogy valami hiba történt. De mivel csak a fail-t kezeljük le, ezért a többit csak így tudjuk. Jó? Mi egyéb lehet? Hát lehet bad, ha nem fail, ugye akkor bad vagy eof, tehát end of file. Ezekkel nem tudunk mit csinálni, ugye az end of file-a amúgy sincs mit kezdenünk, a bad-et meg nagy valószínűséggel úgyse tudjuk lekezelni itt szoftveresen, tehát kilépünk. Ugye a szokott módon dobunk egy runtime error kivételt, amit ebbe a catchblockba fog megjelenni. Amit ígértem, hogy meg fogjuk nézni azt, hogy a dátumosztályba hogyan lehet bemeneti operátort írni, és akkor ez fog most következni.
Ha megtalálom, persze. Így van. Jó. Megvan, bocsi, csak jegyzeteimet néha elkeverem. Jó, úgyhogy akkor nyissuk meg a dátumunkat. Hol hagytuk abba? Hát, talán ez a jó változat. Igen, itt már betettük névtérbe. Így van. És reméljük, hogy jó is. Na, okés. Mit szeretnénk csinálni? Ugye jó lenne, hogyha úgy tudnánk ezeket kiírni, ezeket a dátumokat, hogy nem így elkérjük a tagjait. Jó? Hanem valami oly módon, hogy cout today. Jó, tehát valami ilyesmit szeretnénk. Sőt, ha lehet, akkor valahogy így. Jó. És akkor ez kéne, ezt a dátumot. Hát itt ez 2078. január 1-e lenne. De ne léptessük, hanem csak írjuk ki. Illetve, hogy tudjunk olyat csinálni, hogy mondjuk van egy ilyen tumorunk, és a színéről tudjunk beolvasni valamilyen így módon. Na most, hát ezt el kellett volna menteni új néven. Remélem nem mentettem el az imént, de mindegy, majd kijavítom. Ugye ez mondjuk legyen a date07, hogy lássuk. És akkor, hát ez itt már nem fog kelleni, most nem akarom bonyolítani. Ugye. Na szóval azt szeretnénk, hogyha van egy dátumunk, ami valamilyen értékre be van állítva, most teljesen mindegy, azt ki tudjuk így írni, tehát ezzel a klasszikus output stream operátorral, illetve ha van egy másik dátumunk, abba tudjunk beolvasni a standard inputról. Vagy akár fájlból, vagy akármiből. Jó, hát itt ide annyit meg kéne jegyezni, hogy milyen formátumba kérjük. És ugye ez az, amit mondtam, hogy ez egy fontos rész, hogy mit várunk el a usertől, meg hogy hogyan is kéne ezt. És ez az, amit mondtam, hogy a formátum nem mindegy, hogy hogyan is néz ki. Na most ezt nyilván itt előírhatjuk a usernek, hogy ebbe a formátumba írja be. Nyilván itt ez lehet másféle is. Vagy esetleg mi odafigyelünk, hogy hogyan van a formátuma a dátumnak. Mondjuk, ha fájlból olvasunk be dátumokat, akkor kinyitjuk a fájlt, megnézzük, vagy megnézzük a specifikációját annak a fájlnak a formátumát, úgymond, hogy hogyan néz ki. Hát itt most az egyszerűség kedvéért írjuk elő a usernek, hogy hogyan írja be, és mi ezt fogjuk lekezelni. Jó. És hogyha ezt nyilván beírta, akkor írjuk is ki. Csak hogy lássuk, hogy ez működik. Jó. Na, és akkor, hogy mi a probléma ezzel? Hát, ha most ezt megpróbálnánk, ugye itt lefordítani. Nem jó helyre mentettem el. Jó, akkor elmentem jó helyre. D07, oké. Jó. Tehát, hogyha ezt megpróbálnánk most lefordítani, akkor látjuk, hogy itt kapunk egy halom operátor hibát. Hát megpróbálok elmenni a tetejére, de ez. Oké. Jó. Hát reméltem, hogy azért belefér a terminál bufferbe. Szóval látjuk azt, hogy nincs ilyen operátor, aminek az egyik oldala ez a output stream, a másik pedig egy date. Hát meg kell írnunk az operátort, ugye? Ez az egyik, a másik oldal, hát azt lehet, hogy nem is fogjuk látni. De mindegy, akkor szerintem ezt itt most kikommentezem.
és akkor, hogy észrevegyük a másik oldali hibát is, hogy ez is probléma, aha, hogy ez meg a, úgymond, ja nem, ez még mindig az előző hiba. Én mondjuk ez a tumoróra, akkor még megyek föntebb. Így van. Jó, ez meg látjuk, hogy a kimeneti operátorunk, tehát nincs olyan operátor, aminek az egyik operandus egy input stream, tehát például a C-in, a másik oldala pedig egy D-t. Jó. Na, ezt a két operátort fogjuk most itt elkészíteni. Ezeket fogjuk most így gyorsan megírni. Na, ugye, ezeket az operátorokat szerencsés lenne a globális scope-ba megírni. Most ilyen friend függvényekbe, meg ilyen friend operátorokba nem akarok belemenni, majd prog egyen beszélünk róla, ott ezek elő fognak jönni. Alapvetően ezeket az operátorokat egyébként is szeretjük globális scope-ba írni, hiszen szeretnénk elérni őket mindenhol. Jó? Viszont, hogyha globális scope-ba írunk valamit, akkor figyeljünk oda arra, hogy olyat írjunk, ami még nincsen, nyilván, mert akkor névütközésünk lesz, úgyis hibát kapunk. Hát most megnéztük, hogy ilyen operátorunk nincsen. Tehát olyan operátor nincs, ami erre az UD-kronó D-típusra működjön, úgyhogy hibát nem követünk el, szépen meg tudjuk őket írni. Na, kezdjük a kibeneti operátorral, hiszen azzal könnyebb dolgunk van szerintem. Ugyanis, ugye kell egy ilyen OStream referenciával kell visszatérni, majd mindjárt mondom, hogy ez miért is érdekes. És ezt az operátort akarjuk megírni, úgy, hogy a bal értéke az egy output stream típus legyen, a jobb értéke pedig egy D-típus, de a mi UD-kronó D-típusunk. Hát legyen simán csak D. És annyi a dolgunk, hogy az output streamre írjuk ki azt, amit az imént is kiírtunk. Tehát egyrészt a D-től kérjük el a get-ért. Hát, hogy legyen, tegyünk utána pontot, mondjuk. Talán az jól néz ki. Írjuk ki utána a hónapot. Ugye ezek már működtek a múltkor, tehát ezzel probléma nem lehet. Írjuk ki a napot. Jó. És dobjunk utána egy pontot. Jó, hát ide új sor karaktert nem írok, mert azt nem ide szoktuk. Új sor karaktert azt mindig a kiírás végére teszünk, tehát konkrétan ahol kiírjuk, nem az operátorban nem teszünk új sort. Jó. Viszont ami még itt kell, az az, hogy ezt adjuk is vissza. Ugye mondtam, hogy egy OStream referenciát kell visszaadnunk. Ez azért van, hogy így egymás után tudjuk láncolni ezeket a kifejezéseket, tehát egyszerre többet is ki tudjunk írni. Hogyha ezt itt nem adnánk vissza, ezt az OStream referenciát, akkor ez csak és kizárólag így tudna működni. Jó? Viszont így, hogy ezt visszaadjuk, így akkor már így is működik a dolog. Tehát egyrészt emiatt, másrészt meg konvencionálisan ezeket mindig vissza kell adni. Tehát mindig returnölni kell ugye az OStream referenciát. Jó? Engedjük el, ne rugózzunk rajta sokat, returnöljünk már, mert szükséges. Jó. Na, akkor a kimeneti operátorunk alapvetően megvan. Most akkor írjuk meg a bemenetit. Ez egy picit melósabb lesz. Nem sokkal persze. Ugye itt a jobb értékünk most egy eStream referencia lesz. Tehát a bal érték egy eStream referencia, a jobb érték meg ugyanúgy, mint az előbb egy dátum. Ráadásul a mi dátumunk. És akkor, ugye itt jön az, hogy le kell kezelnünk ezt a formátumot. Tehát be kell kérnünk három integert. Ugye? És két karaktert. És ugye meg kell néznünk azt, hogy ez a két karakter, ez a pont-e. És ha pont,
akkor rendben vagyunk, ha nem, akkor meg hibát adunk. Egyébként meg, hogyha a dátumot nem sikerült elkészítenünk, akkor úgyis kivételt kapunk, mert ugye a dátumban már benne van a kivételkezelés. Jó. Na akkor kérjünk be három integert. Év, hónap, nap. Illetve két karaktert. Mondjuk ez legyen a .1 meg a .2, mint .1, .2. Na. És akkor ezt kérjük be a input streamről, ugye? Tehát erről az input streamről fogunk olvasni, ami a bal értékünk. És kérjük be az évet, utána jön egy pont, utána jön a hónap, utána jön a másik pont, és utána jön a nap. Jó. Hát így kérjük be. Igazából rettenetesen néz ki, de most jobbat hirtelen nem tudunk. Szerintem ez így most azért megfelel. Jó. Na, kezdjük a hiba kezeléssel. Tehát, hogyha rögtön itt az elején valami hiba van. Jó. Ugye mi lehet ez? Bad, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogyha eleve rosszat írunk be, tehát itt nem szám van, vagy nem megfelelő hosszúságú, tehát nem úgy kérjük be, hogy kell, vagy ugye bad, vagy ilyesmi, akkor csináljuk azt, hogy simán csak visszaadjuk, tehát visszatérünk ilyessel. Miért térünk vissza ilyessel? Egyrészt, mert konvencionálisan vissza kell térnünk, illetve ezzel akkor úgymond a hibakezelést is visszatesszük erre a részre. Jó? És akkor a hiba az itt fog majd keletkezni, és ezt a hibát meg majd itt fogjuk elkapni. Hát valószínűleg itt. Jó? Tehát ezzel a hibával, tehát ha valami hiba van, akkor azt egész egyszerűen csak visszaadjuk, majd a hívási helyen majd foglalkozzanak a hibával, nem kell azt itt nekünk kezelni. Jó. Oké, és na mi van akkor, hogyha nem D1 vagy D2 a... Pontosabban ide nem pontokat írunk, jó, hanem mondjuk kettős pont, vagy kötőjelet, vagy dest, vagy valami mást, akkor nézzük meg, hogy mi történjen. Tehát, hogyha ez a D1 nem pont, vagy ugye a D2 nem pont, akkor egész egyszerűen annyit csinálunk, hogy beállítunk egy ilyen fél bitet. Hát ezt most csak így ideírom, hogy beállítunk egy ilyen fél bitet, és úgy adjuk vissza. De a zárójelet ne felejtsük el, persze. Jó. Na ezzel mit csinálok? Ezzel annyit csinálok, hogy ugye rossz a bemenetünk. Tehát mivel, hogy nem pontokkal választottuk el a számainkat, ugye a dátumot, tehát, ahogy a form, tehát nem úgy van, ahogy a formátumot előírtuk, akkor azt csináljuk, hogy ennek az input streamnek beállítunk egy ilyen failt, tehát az, hogy tehát a fail hibát beállítjuk tulajdonképpen. Emlékeztek úgy, hogy az imént csináltuk, hogy ha nem számot írtunk be, hanem betűt, akkor ez a fail hiba jött elő. Na most itt nem előjön a hiba, hanem mi idézzük, mi állítjuk be, hogy ez ilyen jellegű hiba. Jó? Tehát ezzel tényleg csak annyit csinálunk, hogy ezt a félbitet itt beállítjuk. Jó? És mivel itt beállítottuk a félbitet, és simán csak visszaadjuk az input streamet, ez a hiba itt meg fog jelenni, ugyanúgy, ahogy az imént is, és majd itt a hívási helyen ezt lekezeljük. Jó. Rendben van. Hát picit tudnánk ezt még szofisztikálni, hogy kérünk valami hiba üzenetet is, meg ilyesmi. Most ezzel ne foglalkozzunk. Jó. Viszont, hogyha ez rendben van, tehát jó a bemenetünk, és jó a formátumunk is, akkor el tudjuk készíteni úgymond a dátumot, és akkor ezt csináljuk is meg, és akkor az a dátum, ami a jobb érték referenciánk, ott egész egyszerűen csak hívjuk az alapértelmezett konstruktorát. Hát, ha ez jó lesz. UD-kronód D-t.
nem az alapértelmezettet, bocsánat, hanem a rendes konstruktorát. Egyrészt hívjuk az évre, amit szerintem így kellene, de majd ezt mindjárt megnézzük. Ugye készítsük el a hónapot is, amit ugye tudjuk ezzel a integeres, hát konstruktorral, igazából ez egy típus átalakítás, illetve hívjuk a napra, ami sima integer. Jó, és adjuk vissza az ilyest, bocsánat. Jó. Na de próbáljuk ki, hiszen a puding próbálja az evés, még jó sokat programoztunk. Na. Aha, jó, kaptunk hibákat. Azt mondja, hogy jér, ja, mert UD chrono, igen. A névtér az kell, az fontos. Oké. Hoppá, igen, itt lemaradt a kacsacsőr. Aha, ez nem IOS-based, hanem így, bocsánat. Oké. Ezt mindig összekeverem. Na nézzük. Na, egyelőre jónak tűnik. Futtassuk le. Jó. Hát kiírta a dátumot. Tehát a kifele menet az jó. Na most írjunk be egy valid dátumot, mondjuk 2020. október 31. Ez lesz holnap. Jó. És ki is írta. Szuper. Szuper. Ha, ez érdekes. Októbert írtam be, itt még november van. Ez egy misztikus hiba. Na. Ez érdekes. Mindjárt megnézzük. Csak egy pár dolgot, ide nyomok egy új sort, csak hogy kicsit szebb legyen, meg ide is nyomok egy új sort. Miért lett ez november? Ugye? Ja igen, mert ugye ezénk úgy van sorrendben. Hát, igen. Ugye a hónap enumunk, az ugye itt nullától indul. Ugye nullától indul. És itt, amikor kiírjuk, akkor ugye itt a vektorból írunk ki tulajdonképpen. És a vektornak mondjuk, ugye, hogy 10-et írtunk be, hogy október, a 10-es számú eleme az a november, mert ugye nullától indul a vektorba is az indexelés. Hát, most erre arra adok egy nem túl elegáns, de gyors megoldást, hogy ez itt legyen mínusz egy. Nem túl elegáns, és nem is szép, de szerintem működni fog. Nézzük meg. Jó. Oké, és a kiírás az rendben van. Ugye, mert december 31-re inicializáltuk, oké. És akkor a bemenet meg, próbáljuk meg újra október 30-at. Vagy 31-et. Jó, esetleg ide dobhatunk egy ilyet, hogy egy invalid formatot. És akkor majd ránézek, hogy miért nem dob hibát. Jó, oké, és nézzük meg újra. Jó, hát így egy invalid formatot dobott, lehet, hogy egyébként itt kéne, de na mindegy. Jó, rendben van. Oké, és na szóval az operátorok így meg is vannak. Ez a bemenet, ez pedig a kimenet kapcsán.
Persze itt lehetne nagyon sokat még cizellálni ezen, én tényleg csak így az alapokat akartam megmutatni, és akkor, hogy mi is történik. Ugye egyrészt szerettünk volna egy olyan kimeneti operátort, amivel így ki tudunk írni date objektumokat, és ez a date objektum, ez ugye így jobb értékként jelenik meg ennek az operátornak. És akkor ezt így tudjuk elkészíteni, hogy a bal értékünk egy OStream típusú operátor, pontosabban egy OStream típusú objektum, ez lehet ugye a cout, de lehet egy file is akár, sok minden egyéb. Ugye a jobb értéke meg ugye a date, hiszen azt akarjuk kiírni. És itt igazából csak azt kell meghatároznunk, hogy mi kerüljön kiírásra, hát nyilván az év, a hónap meg a nap, lehetőleg pontokkal elválasztva, mondjuk ide alapvetően a pont nem is kellene, hanem elég egy szóköz, mert ugye a hónap után nem kell pontot tennünk. Lényegtelen, ezt itt mi határozzuk meg, hogy hogyan szeretnénk formázni. A másik irány, ugye a bemeneti operátor pedig az volt, hogy szeretnénk így beolvasni, és akkor ugye itt a bal értékünk valamilyen OStream objektum, itt most jelen esetben a scene, de lehetne file is, vagy sok más egyéb, a jobb érték meg ugye egy dátum típusú objektum. Jó. És akkor itt pedig tulajdonképpen a formátumot határozzuk meg, illetve az, hogy hogyan készítsük el az alapján az objektumot. Ugye itt három integert kérünk be, mivel hogy karakteresen azt egyszerű kezelni, meg nyilván a év, hónap, nap az egy egész szám legyen. Illetve meghatározzuk a formátum kapcsán is, hogy milyen karaktereink legyenek. És akkor itt szépen beolvassuk a formátum szerint megpróbáljuk beolvasni ugye a dátumunkat, és hogyha itt valami hiba van, akkor ezt rögtön vissza is adjuk. Jó. Itt még hiba kezelünk egy kicsit, tehát hogyha ezek nem pontok, akkor adunk vissza hibákat. Jó. Tehát akkor akkor megint jelezzük, hogy nem megfelel a formátum, vagy valami nem oké, és akkor el se készítjük, úgymond, tehát nem is adunk értéket ennek a dátum típusnak. Jó. Egyébként, hogyha a formátumunk rendben van, akkor elkészítjük a dátumot, majd visszaadjuk az input stream-et, hogy ezt is tudjuk esetenként láncolni, hogyha szeretnénk. De mondom, ez a return, ez igazából csak itt most nekünk főként konvencionális okokból van. Ezekről majd fogunk részletesen beszélni később. Lépjünk egyel tovább, és akkor nézzük meg, hogy mi van még hátra. Alapvetően itt a formátumok kapcsán beszélnénk még pár dologról, hogy itt a kiírásunk különböző formátumú lehet, és ezeket akkor most meg is néznénk. Megint copy-pasztelek. Ezt igazából nem biztos, hogy olyan nagyon fontos most így látnotok, tudnotok, de mivel drill van róla, ezért jó lenne beszélni róla. Na most ezeket az input-output streameket lehet paraméterezni, nagyon, tényleg nagyon-nagyon sokféleképpen. Én most igazából csak a formátumra akarnék egy kicsit, meg így a fieldek kapcsán akarnék egy pici dolgot megmutatni, illetve pár ilyen apróságot megmutatni. Jó? Úgyhogy mondjuk ki akarnánk írni egy számot, hát nyilván ez esetben akkor simán csak kiírja ezt a számot, de azért nézzük meg. Nézzük meg, hogy működik-e. Jó, hát kiírta nekünk ezt a számot, hát új sor karaktert majd teszünk, csak most még meg akarnék mutatni pár dolgot. Na most ezt meg tudjuk tenni azt, hogy így menet közben átállítjuk az output streamünket, hogy mondjuk hexadecimálisba írja ki, és akkor amit utána írunk, azt onnantól kezdve már ebbe fogja kiírni. Hát ide most teszek egy új sort, sőt itt egy picit még hekkelünk is, hogy tabuláljuk már egy kicsit. Várjunk, hogy is volt ez a decimális. Így van. Ez lesz a hexa.
Oké, és át tudjuk írni oktálisba, bár azt mondjuk már nem igazán használják, de tudunk ilyet is, mondjuk ez akkor legyen az oktál. Jó. És akkor így szépen menet közben ezeket át tudjuk állítani. De nézzük meg. Így van. Hát nem pont úgy néz ki, hogy terveztem. Lehet, hogy dobok ide egy-egy új sort mindenhova. És akkor jobban látjuk. Jó. Na, tehát így igazából látjuk azt, hogy ez a szám, ez a 1234, ez hexadecimálisban 4D2, oktálisban 2322. Jó. Itt igazából csak annyi történik, hogy ezzel, hogy beírjuk ide azt, hogy hex, a cout-ot átállítjuk, hogy onnantól kezdve ezeket a számokat ne 10-es számrendszerbe, hanem 16-os számrendszerbe írja ki. Jó, nagyon fontos, hogy ezek a számok egyébként a memóriában úgyis binárisan vannak, tehát mi csak mi látjuk így hexadecimálisan. Ezek binárisan vannak, teljesen mindegy a cout-nak, hogy most mit hogyan akarjuk kiírni, úgyis kell neki valamiféle kis átváltást csinálnia. Jó? Úgyhogy ez átírja hexába, ez meg oktálba, tehát 8-as számrendszerbe. Jó. Fontos dolog az, hogy ha egyszer átállítunk egy streamet, akkor az úgy is marad. Tehát figyeljünk oda, hogyha mondjuk utána máshogy akarjunk már kiírni, akkor állítsuk vissza decimálisba, és utána írjuk ki újra. Jó? Oké, és tehát vissza kell állítanunk, különben akkor marad oktálba. Jó, de ezt megmutatom, hogy lássuk. Tehát ezzel tényleg átállítjuk a cout-ot egy másik számrendszerre, és látjuk, hogy ez itt át is állítódik. Jó. Rendben van. Na, amit még meg tudunk tenni, hogy meg tudjuk jeleníteni a számrendszer alapját, ez pedig ezzel a showbase hát utasítással, ha úgy tetszik. És itt vissza is állítjuk most decimálisra, hiszen újra ki akarom ezeket írni, de csak eddig, ezt meg törlöm is, és akkor ezzel, ha jól dolgoztunk, akkor ki fogja írni nekünk a számrendszer alapját is, így van, hát decimálisnál nem, ott így nem fogja, viszont hexánál itt van ez a 0x, ugye oktánál pedig a sima nullát eléteszi a számnak. Jó. Hát ezt most kapcsoljuk ki. Ezt ki tudjuk úgy kapcsolni, hogy no show base. Szerintem igen, meg átállítjuk decimálisra is, tehát visszaállítjuk. Jó. Na, tehát így tudunk számrendszerek között, tehát különböző számrendszerbe fogja kiírni. Oké. Na, akkor tudunk olyat, hogy különböző formátumba írja ki a számot. Tehát mondjuk van egy ilyen számunk nekünk, hogy mondjuk 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jó, tehát egy ilyen tört számunk van. Na most, ez van egy alap, alapértelmezett, ez a úgynevezett default float megjelenítés. Jó, tehát ez az alapértelmezett default float megjelenítés. Akkor van ilyen lehetőségünk, hogy ilyen fix méretűbe jelenítsük meg, mindjárt megnézzük. Ez lesz a fixed. Akkor van ilyenre lehetőségünk, hogy ilyen scientific. Hát ugyanazt a számot írjuk ki megint. Csak ez akkor már ilyen scientific formátumban lesz. Nem is tudom, hogy kell-e itt még valami. Nem. Nem, ennyi kell. Jó. Na és akkor nézzük meg, hogy ez mit jelent. Jó. Hát látjuk azt, hogy ugye a default float az 2/10-es jegyig írja ki. A fix méretű az valamilyen fix méretig. Ezt egyébként lehet állítani. Majd mindjárt megnézzük, hogy hogy. Az alapértelmezett az a 2, 4, 6 tizedes jegy. Jó, azért dobott utána egy nullát. Illetve van ez a scientific notation. Hát ezt ismeritek már, ez a n szer 10 a
mit tudom én, hanyadikon, és akkor ez 1,2,3,4,5,6,7,8 szor 10 a harmadikon. Jó, rendben van. Oké, és hát csak azért mutatom ezt, hogy így lehet állítgatni. Na, mit lehet még csinálni? Ahogy mondtam, nem biztos, hogy ez most olyan érdekes vagy izgalmas, de hát nézzük meg, mert tananyag igényli. Ugye állítsuk vissza a default float-ra. Így van. És akkor írjuk ki. Kicsit nagyobb precision-nel. Ezt pedig úgy tudjuk, hogy van ez a set, set precision, és itt be tudjuk neki állítani, hogy hány tizedes jegyig írja ki a tört számokat. És hogyha ezután utána dobjuk ugyanazt, mint az előbb, akkor, ha minden jól megy, már jól fogja kiírni. Így van. Pontosabban nem is a tizedesét számít itt, de mindjárt ránézek, mert magam is elfelejtem. Hoppá. Igen, a fixed float-nak számít a precision-je. Igen, úgyhogy akkor írom is tovább, bocsánat, mert akkor ezek is kellenek. Igen, néha már magam is elfelejtem, hogy hogy vannak ezek a kiírások, de akkor itt nyomjuk újra. Hoppá. Jó, így van, és akkor itt látjuk, hogy a kicsit nagyobb lett a default float is. Hát sőt, igazából jó is így már a default float, hanem ugye a fixnek megnöveltük ugye a pontosságát, és hát itt feltöltötte nullákkal, mert ugye a 9-es után már nem volt semmink, illetve a scientificnek is megnövelte a pontosságát, mert ugye itt is kitöltötte nullákkal. Most hogyha ezt lentebb veszem 5-re, nézzük meg, hogy akkor mi történik. Ugye látjuk, hogy itt akkor egy picit lecsökkent a precision, tehát itt is, meg itt is egy picit lentebb van, itt meg teljesen letránkolta ezt a részt. Nagyon fontos, hogy látjuk, hogy itt nem arról van szó, hogy lecsapja, hanem kerekít. Jó? Látjuk, hogy 5, 6, 7, 8, 9 lett volna, és helyette 6 van, tehát ez a szabályos matematikai kerekítés lesz így itt. Jó, rendben van. Oké, és na, még egy dolgot itt meg akarok mutatni. Csak most már tényleg kiteszem így nagyba, hogy látszódjon. Mondom, ez tényleg csak így a számábrázolás, meg hogy hogyan is működik ez, hogyan tudjuk megjeleníteni ezeket a számokat. Na most, amit még tudunk, hogy tudunk ilyen field szélességet is állítani, tehát tudjuk ezt így tabulátor nélkül is, mondjuk ki akarunk írni egy számot, és akkor tudunk olyat csinálni, hogy mondjuk kiírunk egy ilyen kis vonalat, és tudjuk azt állítani, hogy milyen szélességű legyen az a field, amibe kiírjuk. Jó, és ennek hatására nézzük meg, hogy mit fog csinálni. Hát, de még esetleg csináljunk egy olyat, hogy itt átállítjuk a szélességet mondjuk 8-ra. Itt írjunk ki megint egy ilyen vonalat, mondjuk előtte jó lenne kiírni számot. És írunk ki még egy számot. Jó. Na és akkor nézzük meg, hogy ennek hatására mi történik. Ugye itt ezt az utolsó sort nézzük. Látjuk azt, hogy itt különböző szélességű lett ezek a fieldek tulajdonképpen, amire kiírja. Látjuk azt itt, hogy ezt a számot írtuk ki egy 8 szélességű fieldbe, és hát ott
maradt pár üres hely. Tulajdonképpen ezek így a tabulátorok közötti területet határozzák meg, hogy ez milyen széles legyen. Ezzel a setV-vel ezt tudjuk állítani. Jó. Oké is. Na hát ezeket még mindenképp meg akartam mutatni, mert hogy ezek azért, hát nem azt mondom, hogy olyan izgalmas, mert annyira nem, de használjuk őket néha, néha jól is jönnek, hogy ezeket tudjuk állítani, hogy hogyan írjuk ki. Ugye ezeknek ugyanúgy megvan a beolvasásra is a párjuk, bár ott igazából ezeket érzékeli sokszor automatikusan, hogy az most scientific notation-ben van, vagy hogy van. Itt a fieldeket tudjuk állítani, igazából ezeket mindenképp meg akartam mutatni. Egyrészt azért, mert jó, ha látjátok, másrészt pedig azért, mert ugye egyik fejezetnek a drillje erről szól, hogy ilyen is miket kell kiírogatnotok. Most már akkor látjátok, hogy ezek hogyan működnek. És akkor még mielőtt rátérnénk a kérdésekre, csak gyorsan még egy dolgot megmutatnék, mert ezt is szoktuk használni, illetve hát szoktuk használni, de bele lehet futni. Jó, és akkor megint hoznék egy copy-paste-et, és akkor tényleg ez ma már tényleg az utolsó rész lesz, ezt gyorsan lenyomjuk, hogy ugye sokszor láttuk majd olyat, hogy ezt a getline-t, tehát ezt a getline függvényt használjátok, úgyhogy akkor itt ezt most meg is néznénk, hogy hogyan működik. Na most, a getline arra való, hogy sorokat olvassunk be. Tehát nem whitespace karakterenként, hanem soronként, tehát úgymond perennenként olvassuk a bemenetet. Na most nézzük meg egy ilyet, és mondjuk egy sima nevet olvassunk be ezzel a getline függvénnyel. Ugye a getline-nak át kell adni egyrészt a helyet, hogy honnan olvassuk, ez esetben terminálról fogunk olvasni, illetve az, hogy hova olvassuk, hát most ebbe a string változóba. Na most írjuk is ezt ki. Hogy mi lett ennek az eredménye. Jó. Nézzük meg. Megint rossz helyre mentettem el. Jó, most elmentem jó helyre. Oké, és... Jó, és akkor adjunk is neki valamilyen nevet. Hát mondjuk Nagy István, biztos sok van belőle, és látjuk, hogy nem whitespace karakterenként, tehát a szóközné nem a szóközig olvasott, ahogy ugye a scene operátor, hanem ugye beolvasta az egész sort. Na most, hogyha ezt fel akarjuk bontani, akkor azt tudjuk tenni, hogy mondjuk így first name-re, meg last name-re akarjuk bontani, akkor azt tudjuk csinálni, hogy csinálunk egy ilyen string stream-et, és ennek a string streamnek átadjuk paraméterül a nevet. Na most ez tulajdonképpen annyit csinál, hogy így idézőjelben imitálja nekünk, mintha most írnánk be, és ezzel a string streammel már szét tudjuk szedni first-re, illetve last-ra. Ugye? Tehát first name-re és last name-re, és akkor ezt már így külön-külön tudjuk kiírni. Tehát egyrészt ide a first-öt, aztán szóközzel elválasztva pedig a last-ot. Jó, de azért nézzük meg biztos, ami biztos. Hoppá. Jó. Nagy István, és szét is bontotta nekünk. Jó. Tehát ezt tényleg csak meg akartam mutatni, hogy igazából preferáljuk az operátort, tehát ne a getline-nal kérjünk be, hogyha lehet. De egyrészt valamikor elkerülhetetlen, tehát valamikor muszáj ezt használnunk, illetve nagyon sok programozó, illetve nagyon sok programot láthattunk még, ahol ezt a getline-t használják. Sok esetben azért, mert hát ezt használják, még ilyen régi beidegződés, például így a C-be ilyesmi, ott nincsenek operátorok, ott valami ilyesmit használnak. És csak hogy lássátok, hogy hogyan működik. Na most nyilván itt bekéritek a sort, és ezt szét tudjátok szedni, ez a string stream használható arra is többek között, hogy imitáljunk egy ilyen string streamet, tehát
konkrétan, mint egy ilyen rendes CIA-utas beolvasás, és akkor ezzel már így szét tudjátok szedni az adott stringet, így Whitespace karakterenként. Jó, rendben van. Na, én alapvetően mára ennyit gondoltam, és ezzel meglepő módon át is beszéltük a teljes fejezetet is. Úgyhogy ezzel a harmadik blokkot is lezártuk. Nagyjából. Szóval, ahogy ez lenni szokott így az órák végén, én köszönöm a figyelmet, és akkor várom a kérdéseket. Jó, tehát kell egy data type point x és y-nal. Hát az egy sima struktúra. Most csak így... hol használtunk ilyet ma? Itt a fájnál. Valami ilyesmire gondolj. És akkor legyen egy x meg egy y. Hát lehet integer, lehet double, ahogy érzed. Jó, és akkor be kell olvasnod xy párokat. Hát... valami ilyesmi, csak itt in double párokat olvastunk be, nem pedig xy párokat. Ahogy írod be az adatot, tárold el egy vektorba. Oké. Írjuk ki, hogy hogyan néz ki. Hát, ez volt itt egy ilyen rész, csak ezt ugye áttettük ide. Jó, de hát írjuk ki. Oké, nyissunk egy OF streamet, és aminek legyen a neve mydata.txt, pontosabban a kimeneti fájlnak a neve. És írjuk ki ebbe a fájlba a koordinátákat. Hát valahogy így. Jó. Ezután zárjuk be. Hát ezt nem mutattam meg. Na mindjárt megmutatom. Hát mondjuk nem is olyan érdekes, de rápillanthatunk. Jó, utána nyissuk ki a fájlt. Tehát ugyanezt a fájlt, amit izéltünk, nyissuk ki. És olvassuk be belőle, ami benne van. Hát azt meg valahogy így. Ahogy csináltuk is. Csak itt annyi, hogy... csak kiírjuk tulajdonképpen. Hát... igen. Csak kiírjuk a standard out-ra ellenőrzésképpen. És utána hasonlítjuk össze a két vektort. Mármint úgy, hogy elemről elemre. És hogyha nem jó, akkor írjunk ki hibát. Tehát tulajdonképpen ezt itt most megcsináltuk. Egy dologra nem tértünk ki, hogy hogyan lehet bezárni egy fájlt. Hát nagyon egyszerű, mondjuk a OST, tehát az Output File Streamhez tartozó fájlt, ezzel lehet így bezárni. Close. És akkor a fájlunk be van zárva. Na most ez a close egyébként automatikusan történik, tehát amikor a fájlunk kimegy a scope-ból, az objektum kimegy a scope-ból, tehát ez az OF stream objektum kimegy a scope-ból, hát itt ez esetben a mainnek a végén, akkor a OF stream objektum destruktora bezárja a fájlt. Jó? Hát erről majd beszélünk, de az automatikus, jó? De tudjuk ezt így kézzel is. Tehát ez a fájl itt, ezt nektek azért kell bezárni, hogy ki tudjátok nyitni újra. Ennyi igazából, ami kell. Még így pluszba, de a close taggal be tudjátok zárni. Jó, rendben van. Ez az egyik drill, de kell a 11-es drill is. Az nagyon fontos. Tehát mindkét fejezet drill kell. A második az egyszerűbb, mert ott tulajdonképpen annyit kell csinálnotok, amit itt most a végén csináltunk. Tehát ezt a formázgatást. Tehát vegyetek fel egy integert a születési évetekről, és akkor azt kell kiírni decimálisba, hexadecimálisba, oktálisba. Akkor oda kell írni hogy milyen legyen mi az alap. Akkor rendezzétek ilyen kalömökbe. Jó, hát itt szépen formázgatni kell igazából. És akkor ott megnézni, hogy mi a probléma, mi nem működött, megjavítani a problémát, ha volt. Jó,
Oké, és akkor ugyanezt visszafele a színnel, de ezt itt le is írja nektek, hogy a színnél mit kell csinálni, és ki kell iratni decimálisba tulajdonképpen, hogy azt a eredményt adja ez a 1234 négyszer egymás után kiírva. Oké, és akkor megint valami számot kell kiírni, default float-tal, fix-el, scientific-kel. Ja, hát ezeket megcsináltuk most, illetve az utolsó feladat a 11-es fejezet drillnél az, hogy kell egy ilyen kis táblázat a név, telefonszám, e-mail cím, és ezt mondjuk 5-6 ilyen emberre megcsinálni. Hát úgy nagyjából ennyi.